došao sam demokratski da glasam, izašao sam sa glasanja, napali su mene još par ljudi iz sela, ni krivi ni dužni, znači da li je ovo demokratija, šta je ovo, je bruha za jednu državu, vlast, selo. A Húcsákhoz tartozó Szentfülöpön, Belgrádi és Újvidéki rendszámtáblás autók jelentek meg, és ismeretlen alakok támadtak meg néhány szavazó polgárt. A helyi radikális párt szerint a támadók a haladók emberei voltak, és azt szerették volna megakadályozni, hogy más pártok tagjaira adják le voksukat a polgárok. Putem pretnji hoće građane da privedu nameni, odnosno da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Očito je da su oni iz koalicije okupljeni oko Srpske napredne stranke. A faluban két szavazóhelyen az incidensek miatt egy órára leállították a voksolást. A polgárok folytathatták a szavazást, miután megerősítették a biztonsági erők jelenlétét. Húcságon mintegy 28 ezer választópolgárt fogadnak 27 szavazóhelyen. Voksukat a 10 párt vagy koalíció egyikére adhatják le. 15 óráig a szavazópolgárok 41,1%-a járult az urnák elé. Vosdovácban a délelőtti órákban kevesen jelentek meg a szavazóhelyeken. A választási bizottság tagjai szerint a jégeső és a jeges utak akadályozták meg a polgárokat, ugyanis több szavazóhelyet egy ideig meg sem lehetett közelíteni. Nećemo moći dalje, ako ne kažemo svoju volju, ako to ne iskažemo preko tih glasačkih listića i kutija. A nadam se da svi zajedno donesemo još više i još bolje, još veću dobrobit našem Voždovcu. Délután 15 óráig a polgárok 18,1%-a szavazott Voždovácban. Nadam se da će izbori za opštinu Voždovac proteći mirno i bez ikakvih incidenata i također se radim da će Voždovčani shvatiti da je njihov glas bitan, da je bitna sudbina njihove ulice, njihovog komšiluka i njihove opštine. A voždovaci választásoknak egyébként nagy jelentőséget tulajdonítanak a politikai pártok és a média is. A község ugyanis Belgrádhoz tartozik, így a mostani voksolás eredménye előrevetítheti a jövő év elejére várható fővárosi választások végkimenetelét. Azaz a jelenlegi voždováci szavazás megmutathatja, hogy a demokraták vagy a haladók erősebbek-e. Aki most nyer, potenciálisan megnyeri a szerb fővárost is, vélik a politikusok. Vosdovác és Húcsák mellett Kosztolácban is szavazásokat tartanak. Itt 13 óráig a választópolgárok 26,5%-a jelent meg a választásokon.